Tisztelt adventi várakozók, kedves Tisza Lúcia! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit advent első vasárnapján, amikor is elkezdődik az adventi elcsendesedés. Ez az időszak alkalmat ad arra, hogy egy kicsit magunkba tekintsünk, átgondoljuk életünket, szétnézzünk magunk körül, és mindazt, amit talán eddig nem vettünk észre, és nem volt elég hangsúlyos, arra kicsit jobban odafigyeljünk. Ilyenkor igyekszünk több időt tölteni a szeretteinkkel, többet játszani otthon a gyerekeinkkel, segíteni azokon, akik segítségre szorulnak. Advent első vasárnapjának első adventi gyertyája a hitet jelképezi, amellyel minden keresztény ember lelkét ünneplőbe öltöztetve várja Jézus Krisztus eljövetelét. Erről ír Márkus Katalin advent első vasárnapjára című versében. Virasztva várjuk lelkünk ünneplőben. Az első vasárnap érkezik csendben. Adventi koszorunk már az asztalon. Az első gyertya várja, hogy lángja, lobbanja. Nyissuk ki lelkünket, e halvány fényelő, hogy megláthassuk majd az eljövőt. Kinek bölcsek jósolták érkezését, angyalok hirdették születését, s királyok térdeltek bölcsőjelű. Gyújtsuk meg együtt adventi koszorunk első gyertyáját, és engedjük, hogy ezzel a hit, a megnyugtató szeretet átjárjon minket, és megmelegítse a lelkünket. Most pedig fogadják sok szeretettel a Tiszalúci Református gyülekezet és énekkarának műsorát. Adventben, karácsony előtt, boldog, aki várva nem ér, vigyázva néz a napba fel, mert minden advent véget ér. Mert minden advent véget ér, ő az, aki ígér a csend, megdobva minden szív, és dicsőn bíztatón, adventbe a zen. Bíztatón, adventbe a zen, s nem ért meg, kizárban vár, csak itt magának tart a csend, s a karácsony előtt. Aki karácsonyra vár, bízik, remél türelmesen, és karácsony szent halmanát, Jézus az égbe megy, Jézus az égbe megy, örök karácsonyra megyük, s megáll boldogan győzedelmesen, akár van a csendben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól,
és Jézus Krisztustól, az ő egyszülött fiától. Amen. Istennek igéjét olvasom előttetek Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből, a 13. fejezetnek 12. verséig eképpen. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Most közelebb van hozzánk az üdvesség, mint mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgetett. Kedves testvéreim, karácsonyhoz közeledve kicsit a csodák világában találja magát az ember. A kigyulladó fények, a csillogó kirakatok azt sugallják, hogy elközelített az ünnep. Készülj, vásárolj, szeress. Mire készülj? A költekezésre? Vásárolj meg mindent? Halmozz el mindenkit ajándékokkal? Rohanás, nyüzsgés, forgatag. És ahelyett, hogy csend lenne az embernek a szívében, egy kis befelé figyelés, a rohanás elveszi az embernek a figyelmét. Most eljött, elközelített hozzánk adventnak első vasárnapja. Ez az advent is egy kicsit megterhelten indul a számunkra. Az előző két esztendőben a vírus árnyalta be a készülődésünket. Összetört életek, családok, összetört reménysége, fájdalom a szívekben. Vajon milyen volt az eddigi várakozásunk? Vajon tudtunk igazán örülni egymásnak, hogy szeretteinkkel lehetünk együtt, hogy együtt állhatunk meg a fa alatt? Aztán elmúlt a karácsony. És most ismét azon találjuk magunkat, hogy megint készülődünk egy újabb adventben, egy újabb karácsonyra hangolódva. És most is telve vagyunk kérdésekkel. Talán egy kicsit félünk is attól, hogy mi lesz velünk, mi fog történni velünk. Meddig tart ez az állapot, mi vár ránk? És ezek a kérdések kitöltik a szívünket, és lehet, hogy el is terelik a figyelmünket az igazi lényegről. Talán szűkösebbek az idén a lehetőségeink, nem is merünk olyan fényűzően ünnepelni, mert oda kell figyelni mindenre, hogy nehogy túlzásba vigyük. És ez az advent is ismét megterhelten indul a számunkra. Szomorkásan, félve tapogatózunk, és így feltehetjük a kérdést, hogy vajon hogyan lesz áldott adventi készülésünk, hogyan lesz áldott ünneplésünk. Az első gyertya fénye a hitet szimbolizálja az ember számára, mégpedig azt, hogy merjük rábízni magunkat az Úristenre, az isteni kegyelemre, és hinni, bízni ő benne. Mindig ez a kulcs, a hitünk Istenben. Érdemes kitartani Isten mellett, reménykedni benne akkor is, hogyha minden az ellenkezőjét sugallja a számunkra. Mert ő mondotta nekünk, hogy veletek vagyok a világ végezetéig minden napon. És ha ezt ő mondta, akkor az igaz, akkor az valóban úgy is van. Maradjunk mellette mi is. Legyünk hűek hozzá. Minden reménységünk, minden bizalmunk őre nézzen. És minden meggyulladó gyertya fényben erősödjünk meg a hitünkben, reménységünkben, és ebben az adventi időszakban még jobban merjük rábízni az életünket a minden kegyelem Istenére. Úgy legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, megköszönjük neked az adventi időt, a csendet, amelyben találkozásunk lehette veled. Megköszönjük,
hogy ilyenkor arra hívsz bennünket, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, megvizsgáljuk a veled való kapcsolatunkat, és erősödjünk hitünkben, reménységünkben, benned való bizodalmunkban. Urunk, áld meg ezt az időszakot, hogy valóban felkészülten érjön bennünket majd a karácsonynak ünnepe, amikor megérkezik hozzánk a mi szívünkbe is a megváltó. Urunk, megköszönjük neked, hogy te törődsz velünk még most is, hogy neked még most is érdekedben áll az, hogy velünk, teremtményeiddel foglalkozz, és nem vetsz el színed elől bennünket, bűnös voltunk ellenére. Elfogadsz, szeretsz, és hívsz minket. Engedd, hogy valóban mi is megértsük ezt a hatalmas áldozatot, amelyet értünk hoztál, hogy fiadat is kész voltál értünk áldozni, mert annyira szeretsz minket. Urunk, engedd, hogy rád bízzuk magunkat, és növekedjen a mi hitünk, reménységünk. Jézus Krisztusért hallgass meg könyörgésünket. Amen. Az Atya Istennek kegyelme, Jézus Krisztusnak szeretete, és az ő megáldó közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. És az ünnepi gondolatokat. Köszönöm szépen a Református Gyülekezet énekkarának a szép műsort. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a tér és a adventi koszorú feldíszítésében, és köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt ma jelenlétével. Áldott, békés adventi várakozást kívánok minden tiszalúci családnak. Találkozunk jövő hét vasárnapján. További szép estét mindenkinek!